a magyar nemzet javára gyakorolom. A június 9-én megválasztott bátaszéki képviselők is letették hivatali esküjüket. Az újonnan felálló képviselőtestület tagjai közül hárman első alkalommal kaptak bizalmat, míg öten több ciklus óta részesei a város vezetésének. Az alakülülésen néhány mondatban a következő öt esztendőre vonatkozó program ismertetésére is sor került. Itt felvázoltam azokat az elképzeléseket, amelyek már a választási kampány során elhangzottak. Igyekszünk ennek mentén megvalósítani minden olyan elképzelést, amit célul tűztünk ki magunk elé. Sajnos lesznek olyan külső tényezők, amelyek esetleg ezt befolyásolni fogják, de mindent el fogunk követni, hogy maradéktalanul tudjuk megvalósítani az elképzeléseinket. Alpolgármestereknek ismét Somosi Szabolcsot és Kemény Lajost választották meg. Én elsősorban a kultúra területét fogom képviselni, meg a nemzetközi kapcsolatokat, de hát azok sem pénzfüggetlenek, tehát mindenféleképpen úgy gondolom, hogy szükséges Bátaszéken a fejlődés. Somosi Szabolcs úgy fogalmazott, a városvezetésben már több ciklus óta egy fiatalosabb útirányt követnek, így tesznek majd a következő 5 évben is. A városnak a komfortfokozatát, a lakhatási élményét megtartani, illetve olyan irányba fejleszteni, hogy fiataljaink ne menjenek el, próbáljanak meg nálunk maradni, itt lakni, köztünk élni, és hát nyilván az ipari park annak az esetleges további fejlesztésével, egyéb munkalehetőségek megteremtésével még a munka lehetőségek számát is növelni Bátaszéken. A képviselők az alakuló ülésen létrehozták a pénzügyi és gazdasági, a közművelődési és a szociális bizottságokat.